Debrecenben a Nagy Stadionban tartotta legutóbbi közgyűlését a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség. Az eseményen díjazták azokat a szakembereket, akik az elmúlt években, évtizedekben kiemelkedő munkát végeztek a felső oktatás sport életében, sportszervezésében és a tehetségek gondozásában. A szövetség a tavaszi közgyűlésén hajós Alfred aranyplakettel ismerte el Vajda Ildikó, a Nyíregyházi Egyetem testnevelés és sporttudományi intézetének igazgatójának munkáját. Nem kifejezetten csak az oktatói tevékenységért, hanem a a sport illetve az egyetemi sport területén végzett vezetésért, irányításért, hiszen a Nyíregyházi Egyetemi Sportegyesület Egyesület ügyvezetőjeként az Egyetemi Sport Egyesületet is irányítom, annak a működését, valamint a Nyíregyházi Egyetem hallgatói szabadidős sport is felelek, illetve nem csak én, hanem a kollégáim, a munkatársaim. Milyen mérőszámokkal lehet mérni ennek a sikerességét, mert a díj az egy gyönyörű elismerés. De mi alapján döntenek egy ilyen, egy ilyen díjról? Hát igazán uh, uh, tulajdonképpen az, amit az ember végez, amit csinál, egy laudációt készít az egyetem, amelyet illetve minden sportszakember képző intézmény azokról, akik, akiket méltónak találnak arra, hogy esetleg ezt a díjat megkaphatják, és, és ha Egyetemi Sportszövetség elnöksége dönt arról, hogy valóban az az életút, amit az a, az, az előterjesztés tartalmaz, az eleget tesz ennek a díjnak az odaítélésére. Vajda Ildikó elmondta, a testnevelés és sporttudományi intézet eredményes tanéven van túl. A hallgatók oktatása és a tanárképzés mellett arra is nagy figyelmet fordítanak, hogy a leendő szakemberek valóban hozzájáruljanak a társadalom szemlélet formálásához. Az intézet egyébként a szeptembertől induló szemeszterben új specializációt, kosárlabda szakedzői képzést is indít. A Nyíregyházi Egyetemen a tanár szakok közül a testmerő tanárszak még mindig vezető helyen áll, elég népszerű, és mindemellett pedig, hiszen a testmerő tanárképzésben a Nyíregyházi Egyetem és Jogelőd intézményeinek több évtizedes hagyománya van, ezt a színvonalat próbáljuk megtartani, erősíteni, és, és emellett pedig újabb szakokat indítottunk, a sportszervezés alapszakunk is évek óta ö, működik, illetve a, az edző alapszakunk már most ötödik éve ö, folyik az oktatás ezen a területen, és az idei évtől újabb specializációt ö, vezetünk be a kosárlabda edző szakedző specializációt. Vajda Ildikó tanapokban napokban egyébként újabb elismerés érte, az Országos Tudományos Diákköri Tanácsmester tanár aranyérmét ítélték oda számára. Az intézet igazgató ezt a tudomány hónapjában novemberben kapja készhez a Magyar Tudományos Akadémián.